Sziasztok és üdv itt! Ma bemutatom nektek az átalakító algoritmust, aminek a szövege szól. Olvassunk be egy sebességet kilométer per órában, és alakítsuk át méter per szekundumban. Az előző részben megbeszéltük, hogy egy algoritmus három részből áll a mi esetünkben. Először is adatokat kérünk be, adatokat dolgozunk fel, és nem utolsó sorban adatokat küldünk vissza a felhasználónak. Az első és az utolsó lépés az nagyon is magától értetődő. Viszont a különböző típusú algoritmusok különböző trükkökkel járnak. Ilyen ez az átalakító algoritmus is. Itt is fogok nektek mutatni egy trükköt. Méghozzá, akkor, amikor átalakításról van szó, nekünk általában van két darab mértéketségünk. És most ez a két darab mértéketség a kilométer, per óra. És ebből akarunk mi kisajtolni méter per szekundumot. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell határoznunk azokat a bizonyos számokat, amikkel, hogyha megszorozzuk a bemeneti adatot, a szükséges kimeneti adatot fogjuk megkapni, ugyanez érvényes az órára és a szekundumra is. Nincs más dolgunk, mint meghatározni, hogy egy kilométer az vajon hány méter. Mint azt tudjuk, egy kilométer az egyenlő 1000 méterrel. A következő ismeretlenünk pedig az egy óra, vajon hány szekundum. Ezt nem biztos, hogy tudjuk fejből, viszont ki tudjuk logikálni ezt az egészet. Tudjuk, hogy egy óra az 60 perc. És azt tudjuk, hogy egy perc az 60 szekundum. És most egyszerűen csak visszahelyettesítünk ide a perc helyett beírjuk ezt a 60 szekundumot, és akkor ebből az lesz, hogy 60 szor 60 szekundum. És itt meg is kapjuk az eredményünket, 3600 szekundum. És akkor már a végső képletünk körvonalazódni látszik, vagyis 1 km per óra egyenlő 1000 per 3600 méter per szekundum. És ezt a képletet, meg az itt fent említett gondolatmeneteket kell használjuk az algoritmusunk megoldása során. Nézzünk vissza az algoritmusra. A bemeneti adatok meg is vannak, vagyis beolvastuk a speed nevű változót. És ebben a speedben például azt tároljuk, hogy 10 km per óra. És egyszerűen meg kell határoznunk a kilométer, illetve az óra változókat, és ezekbe pedig el kell tárolnunk a megfelelő átalakításnak az értékét, ami a kilométer esetén az 1000 méter, és az óra esetén pedig 60 x 60, vagyis 3600 szekundum. És ezután nincs más dolgunk, mint hogy a bemeneti adatot, ezt a tizet, megszorozzuk ezerrel, és elosszuk 3600-al. És mint azt látjátok, itt nem egy új változót hoztam létre, hanem önmagát, ezt a speedet írom felül. Ez miért fontos? Mint azt már beszéltük itt a memória esetén, én létrehoztam például kékkel ezt a speedet, viszont én a memóriában, amikor lefoglaltam azt a címet, én azt akár felül is írhatom. Például most kék van itt, és én úgy döntöttem, hogy ebben narancssárgát teszek, vagy zöldet írok rá, és így tovább, és így tovább. És mivel ezt a változót már a programom során nem használom, ezt a speedet, ezért felül is írhatom akár, mintsem lefoglaljak egy új helyet a memóriában. Többek közt itt még fontos azt is megjegyezni, hogy a műveletek sorrendje az jobbról-balra zajlik. Vagyis elvégezzük először a jobb oldalon lévő műveleteket, és azután rendeljük hozzá a bal oldalihoz. Ez mit jelent? Hogyha nekem itt volt egy speed változó, beleraktam egy 10-et, és leírom a kifejezést, hogy speed legyen egyenlő speed szorozva 1000 per 3600, akkor nekem ez itt 10, és miután elvégeztük a műveletet, azután innen ez az érték, átvándorol ebbe a változóba. És így lesz a speedben a már átalakított méter per szekundumos érték. Ez volt az átalakító algoritmus. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, dob rá egy lájkot, illetve ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk a következő részben. Sziasztok!